Lajos Mizsiről érkezett az a csoki karaván, melynek a hétvégén az RK Hotel volt a helyszíne. A Gyulai Csokoládé Fesztiválon többek között mézes kalács workshop, csokoládé gyurmázás, csilis csokoládé evőverseny várta az érdeklődőket. Az első 200 látogató bombont kapott a belépéskor. A látogatók között többen találkozhattak olyan csokoládéval, amely akár a gyermekkorukba repítette őket vissza. Aminek nagyon örültem, gyerekkorom óta nem láttam, a 100-szor szép. Az érdekes csomagolásába. Többen is ott rajtam kívül ugyanígy megjegyezték, hogy még az ő gyerekkorukban volt utoljára. Örültem, hogy láttam, kellemes emlékeket idézve. Végül is nagyon jó, szép a kiállítás, sok újdonsággal lehetett találkozni, úgyhogy szerintem ez nagyon jó. Az eseményen elhangzott. Gyula a legédesebb hétvégéje várta a városba látogatókat. Szombaton csokoládétorták, vasárnap a gyümölcstorták versenyeztek. A gyerekeket csokoládé gyurmázással várták a szervezők. Ezt a módszert a cukrászok a hétköznapokban a torták bevonására, valamint különböző figurák készítésére használják. Ez egy ilyen csokoládés rekordmassza, amiből a gyerekek különböző figurákat készítetnek, és ugye ez azért jó, mert ezt el is tudják fogyasztani. A szülő esetleg haza is tud nekik vásárolni, és akkor otthon tudnak vele gyakorolni, ahogy kezük ügyesedik, és meg is tudják utána enni. Bármit el lehet belőle készíteni, vannak színesbe, vannak a csokoládé színűbe, és ezt nagyon szeretik egyébként a gyerekek, úgyhogy szeretettel várjuk őket, hogy ügyesedjenek, mert ugye az óvodába gyurmáznak, de azt nem lehet megenni, de ezt viszont meg lehet enni. A kétnapos gyulai eseményre összesen 1000 termékkel, valamint 3-4 tonna csokoládéval érkeztek. Úgy látom, hogy továbbra is hódítanak a pálinkás csokoládédrazsék, ami hasonló, mint a dianás cukor, folyékonyan van benne a pálinka, valamint a magyaros csokoládék, rizses csokik, a tej, ét és fehér változatban is, valamint a gyümölcsös csokoládék. De ezen kívül a grillás termékeink is nagyon népszerűek, azt a gyümölcsös grilláslapokat, készítettük levendulás csilis változatban is, az ízesítéseken felül, valamint diabetikus és gluténes laktózmentes termékeket is készültünk a ideglátogatóknak. Rimóczi László kiemelte, fontos, hogy Gyula mellett az ország több pontján is bemutassa, hirdesse a minőségi csokoládét.